Kissé álmosan kezdte a mérkőzést a Szent Benedek hatosa Palota elleni összecsapáson. A kékmezesek rendre futottak az eredmény után a vendégek, akik jól blokkoltak és szépen fejezték be a játékukat, meglepően jól játszottak. 7-7-nél volt először egyenlő, innen sokáig fej-fej mellett haladtak, és az időkérés sem segített. 15-15-öt követően a budapestiek szép lassan elléptek, és 19-23-at követően már látszott, hogy övék lesz az első játszma. A második szettet már úgy kezdték a füredélyek, mind akik ráébredtek, hogy a végső győzelemhez sokkal több kell, így nem csoda, hogy 9-3 után jött is a vendég időkérés. A folytatás is hazai pontokat hozott. A Palotának csak felvillanásai voltak, a füredi lányok keveset hibáztak. Felerősödött a sánc, pontosak voltak a nyitásfogadások, így rövid időn belül megvolt az egyenlítés. A harmadik szettben már látni lehetett a két csapat közti különbséget. Ha a vendégek egy kicsit is közelebb kerültek, rögtön jött egy 5 pontos hazai széria. 20-10 után nem volt kérdéses, ki nyeri a szettet. A vendégcsapat megérezte, hogy baj van, ennek szellemében a negyedik szett elején még tartotta magát. De ahogy a balatonpartiaknak egyre jobban ment a játék, szép lassan elszállt az esélyük az egyenlítésre. A szett közepére mind fizikailag, mind fejben elfáradtak, a hazaiok most már tudásukhoz méltó játékkal állva hagyták a Palotát. 20-11 után már csak idő kérdése volt a végeredmény. A 25-15 azt jelentette, hogy ha kissé nehezen is, de a Szent Benedek megérdemelten tartotta otthon a bajnoki pontokat. Nehéz volt ez a meccs, mindenki tudja, hogy Palota nem felsőházos, úgyhogy ilyenkor nagyon nehéz felpörgetni magunkat, meg nehéz játszani, de ez nem kifogás, szóval ezt nem lehet megengedni, úgyhogy ezen nagyon komolyan dolgoznunk kell. Én bizakodó vagyok, nagyon bízok benne, hogy felsőházba fogunk végezni, és hogy majd utána ki fogunk tudni próbálni magunkat az extraligás csapatok ellen is. Az alapszakaszból két hazai mérkőzés van hátra. A füredi lányok legközelebb február 10-én lépnek pályára. Az ellenfél az MTK együttese lesz.